püfölén egész percen keresztül Batmant. Ő pedig csak állja a sorat és... Hova tűnt a gombom? Popcsa! A Batman Flash Crossover a gomb! Szóval most, hogy végre túl vagyunk Wonder Woman rekorddöntő és minden képzeletet felülmúlóan tökéletes filmjén, szerintem itt az ideje, hogy egy kicsit visszatérjünk a képregények világába, és beszélgessünk azokról a dolgokról, amelyek bennünket izgalomban tartottak, vagy tartanak még mind a mai napig, és amelyekről igazán érdemes beszélgetni, ugyanis mindenkinek véleménye van. Többek között ugye nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy amikor tavaly nagyjából egy évvel ezelőtt elindította a DC a Rebirth-ot, mindenkit lázba hozott, hogy vajon mi köze lehet a Watchmennek az egész Rebirth jelenséghez. És tulajdonképpen az elmúlt egy évben kaptunk hébe-hóba apróbb jeleket, de mégsem történt semmi. Egészen mostanáig. Ugyanis az első idei Superman Action Comics crossovernek köszönhetően valami elindult, ugyanis már is érkezett a következő, ami nem más volt, mint Batman és Flashnek az első közös kalandja ebben az érában, és ők együtt nyomoztak a gomb után. De hogy mi is ez a gomb? Nos, szerintem mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a komédiás gombjáról van szó, amit elvesztettem. Szóval a történet keresztül szeli a Batman 21. számát, majd a Flash 21. számát, majd a Batman 22. számát, majd pedig a Flash 22. számában kapunk egy gyönyörű lezárást. Mármint nem kaptunk igazi lezárást, hanem valami egészen más kaptunk, ami tulajdonképpen az egész Doomsday Clock-ot eltízelte nekünk, azaz egy csöpnyi ízelítőt adott belőle, hiszen az egyik utolsó oldalon végre valahára megtörtént az, amire mi egész végig vártunk, ugyanis ez a történet valami egészen más volt, mint amire számítottunk, és bár nagyon élveztem a nyomozást, szerintem nem mindenki valami ilyen történetre számított. Ugyanakkor, hogyha belegondolsz, Batman és a Flash igazából tökéletes párost alkotnak, hiszen mind a kettőjüknek nagyjából nagyon hasonló a múltja, hiszen mind a kettőjük szüleit a szemük láttára ölték meg, és ez pedig szerintem egy életre szóló nyomot hagyott bennük, és mind a két karaktert igazából meghatározta. Az, hogy Flash tulajdonképpen hogyan is lehet jobb karakter, mint Batman, nos, ez nagyon sok mindennek betutató, de valószínűleg annak, hogy ő egyáltalán kapott valamiféle neveltetést. Vagy csak szimplán olyan környezetben nőtt fel, ahol nem volt elárasztva pénzzel, úgy, mint tudjuk kicsoda, aki ebből kifolyólag tulajdonképpen mindig a jó úgy érdekében igyekszik cselekedni, de nem annyira ártatlan bárány, mint mondjuk Barry Allen figurája. A történetet Tom King és Joshua Williamson írták, és azt kell, hogy mondjam, hogy a különbség bizony tapintható a két író között, ugyanis Tom King tulajdonképpen nem használ annyi szót, nem szavakkal fejezi ki magát, sokkal inkább akcióval, hiszen az ő első Batman száma szerintem valami egészen lenyűgöző volt, teljes akcióorgia, teljes katarzis közeli állapot, és igazából olyan szinte tökéletes volt, hogy lázba hozta az olvasót, és ez igazán csak feltüzelt bennünket erre a négy részes crossoverre. Majd pedig jött Joshua Williamson, aki igazából nagyon-nagyon szereti ismételni önmagát, és folyamatosan elmondja nekünk azt, hogy ki is a Flash, milyen múltra rendelkezik, ami egyébként tök jó dolog, csak haver, most nem kéne ezzel bajlódni, hiszen mindenki tudja azt, hogy ki a Flash, szóval nyugodtan ki lehet hagyni ezeket, hogy én vagyok Barry Allen, helyszínelő vagyok, és tulajdonképpen úgy lettem a Flash, hogy rengeteg időt töltöttem a laborban. Haver, ezt mindenki tudja, van egy népszerű tévésorozatot, ugorjuk már át ezeket, léci. Szóval a különbség kézzel tapintható, hiszen itt látható Tom Kingnek a tökéletesen egyszerű akciódús oldala, itt pedig Joshua Williamson szavakkal telezsúfott. Viszont mindez nem jelenti azt, hogy Joshua Williamson története kevésbé volt annyira izgalmas, vagy éppen kevésbé volt annyira eseménydús, vagy épp kevesebb dolgot tudtunk meg róla, vagy bármiről, mint mondjuk Tom King történetéből. Ugyanis, hogyha össze kell hasonlítani a két történetet, akkor mindenféleképpen azt érdemes elmondani, hogy tény és való, hogy Joshua Williamson több szót használt, és több mondatot használt, és sokkal komplexebben igyekezett körbejárni a témát beszéddel, míg Tom King története igazából akciódus volt, aminek az volt a legpozitívabb hozadéka, hogy ennyire zseniálisan az idő múlását képregényben szerintem csak nagyon-nagyon ritkán látjuk. Így viszont mi pontosan ezt kaptuk, hiszen az egész füzet nagyjából egy perc alatt játszódott le, és az a perc bizony wow volt. Tulajdonképpen nagyon sok aspektusa van ennek a történetnek, amiért szerintem nagyon-nagyon fontos történet volt a Rebirth érában, és amely miatt szerintem talán most egy kevésbé annyira általam nem kedvelt Batman figurát kaptunk, mint általában.
az új érában, hiszen ezúttal Batmannek igazából abszolút nem volt funkciója, tehát az, hogy ő a Flash-el ment, tulajdonképpen szerintem tök fölösleges volt. Igazából ez a kaland, hiszen a téridő kontinuumot kellett átszelni a Speed Force-on keresztül, szerintem igazából nem indokolta meg Batmannek a jelenlétét. Nyilván volt szükség arra, hogy megjelenjen, hiszen nagyon-nagyon izgalmas dolgokat indított el ez a történet, legalábbis elméletben. Szóval a történet lényege az volt, hogy Batmannek fogalma sem volt arról, hogy mi is a komédiásnak a gombja, illetve hogy azt, hogy hogyan került oda, és hogy miköze van mindaz, ami történt, és Volibez visszatéréséhez, majd pedig felbukkal Reverse Flash, aki pépé veri, majd pedig lenyúlja a gombot, és eltűnik. És Bruce Wayne-nek mindössze egy percig kéne kihúznia, hogy Barry ellen megérkezzen és megmentse a napot, aki persze késik, meglepő módon. Viszont amikor Reverse Flash visszatér, nos, tulajdonképpen ő nem is igazából tér vissza, hanem ő azért tér vissza, hogy ott patkoljon el a szemünk láttára. Miközben az utolsó szavai azok, hogy láttam Istent. Istent. Most komolyan. Istent láttad? Majd pedig a történet folytatódott a Flashben, ahol is megtudjuk, hogy Barry Allen igazából titkol bizonyos dolgokat Bruce Wayne elől, ugyanakkor nagyon ügyesen kihangsúlyozza azokat a pozitívumokat, amiért ez a két karakter olyan tökéletesen tud együtt dolgozni, hiszen mind a ketten valamilyen szinten nyomozói képességekre épülnek, ráadásul ugyanolyan múltjuk van, és tulajdonképpen nagyon sok közös nevező bennük. Majd pedig Barry Allen úgy dönt, hogy kideríti, mi is volt az, amit Reverse Flash látott, és ezért tulajdonképpen rászáll erre a futógépre, amit ő időutazásra szokott használni, és Batman csatlakozik hozzá meglepő mód, aki egyébként súlyos sérülésekkel van tele, de ő favatkát sem törődik velük. Igazából, ha meg kell halnom, akkor ez a hely is pontosan olyan jó lesz, mint bármi más. Majd pedig látnak olyan dolgokat, amelyekre nem emlékeznek, vagy amelyekre nem úgy emlékeznek, ahogy megtörtént, ami újabb kétségeket ébreszt az olvasóban és a karakterekben egyaránt. Majd pedig megérkezünk ebbe a valóságos, de nagyon is bizarr valóságba, ahol is találkozunk Bruce Wayne-nek az apjával, aki maga. Oh, de nevén ember! Igen! Kiderül, hogy tulajdonképpen az egész Flashpoint időintervallum nem szűn meglétezni, hanem még mindig létezik, ugyanis valaki megőrizte. Azt persze nem tudjuk, hogy ki és miért, viszont az a találkozás, ami Bruce és az apja között zajlik le ebben a történetben, már önmagában azzal a ténnyel, hogy nem hisz a szemének, szerintem iszonyatosan izgalmas kérdéseket vetett fel, és nagyon-nagyon jó hű képet ábrázolt arról, hogy mi is vezényelte őket oda, hogy arra az útra lépjenek, amelyre. Hiszen ugye ebből a történetből megtudjuk azt, hogy Bruce Wayne-ből azért lett a Batman, mert hogy ő az apja emlékének szeretett volna adózni, míg pedig az apjából ugyanazért lett Batman, mert hogy ő meg a fia emlékének szeretett volna adózni. És ezek nagyon-nagyon gyönyörű családi momentumok. Ám a dolog igazi pikantériája az, amikor Bruce apja megkéri őt, hogy hagyjon fel a Batmankedéssel. Ő pedig az utolsó oldalak alapján nagyon úgy tűnik, hogy elgondolkozik rajta. Várjunk csak. Jól értettem, hogy épp azt mondtam, hogy Bruce Wayne elgondolkozik azon, hogy fölhagyjon a Batmanséggel, ami tulajdonképpen az ő egészének a lényege? Képes lehet ő erre vajon? Az utolsó pár oldal tulajdonképpen talán a legelgondolkoztatóbb része ennek az egész történetnek, hiszen ebből megtudjuk azt, hogy nagyon úgy néz ki, nem feltétlenül szeretné folytatni a Batmanséget, miután beszélt az apjával, hiszen, mint ahogy ez itt egyértelműen kiderülhet, szerintem az utolsó oldalon, amikor Bruce ott áll az ablak előtt és látja a Batman logót, ő pedig nem reagál rá, és Alfred megkérdezi, válaszolni fog rá? Nos, ezek azért elég aggasztó jelek. Viszont! Snyder és Capullo futása óta nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy nem kell Bruce Wayne-nek lennie a Batmannek. Ugyanis bárki képes lehet betölteni a szerepét, erről szólt a Super Heavy történetszál, ami szerintem egyébként legalább annyira zseniális volt, mint hogyha Bruce Wayne bújt volna a jelmezbe, hanem jobb. Jó, jobb nem volt értelemszerűen, de azért... Érted, azért érdekes volt, és ráadásul egy nagyon-nagyon izgalmas koncepciót járt körbe. És hogyha belegondolunk, rengetegen vannak, akik képesek lehetnek arra, hogy betöltsék Batmannek a szerepét, azaz kimondta, hogy Bruce Wayne-nek kell az idő végzetéig lenni a denevér embernek. Nem igaz? De mi a te teóriád? Te hogy látod? Szerinted Bruce Wayne képes lesz arra, hogy felhagyjon a Batmanséggel? Szerinted igenis elképzelhető az, hogy hátat fordítson az igazságszolgáltatásnak, és valami egészen más megközelítésbe helyezze az életét és a történetét, és szerinted, ha ez megtörténne, amire persze nagyon kicsi az esély, akkor mégis ki lehetne a legalkalmasabb arra, hogy betöltse a denevér szerepkörét? Izgalmas kérdések, nem igaz? És oké, volna még egy kérdésem. Láttuk az utolsó oldalt, nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy ez a kéz mit jelent, és olvastuk az utolsó gondolatokat, nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy mi készül. De
A kérdésem az az, hogy te mit szeretnél látni? Szerinted hogyan kellene ezt a karaktert bevonni a történetbe? És melyek azok az aspektusok, amelyekből ez majd az egész DC univerzumát meg fogja tudni változtatni? Szerinted igazából szükség van arra, hogy bevonják a Watchment a történetbe? Beszélgessük róla lent a kommentekben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, de többet szeretnél tudni a képregényekről, akkor jöhetnek a felfelé mutató üvegújak, és nyomj egy gombot a feliratkozásra. Találkozunk legközelebb, addig pedig popkultúrában gazdagságot kívánok! És most Batman elszáll! Vagy Flash tova szalt. Hehe, olyan gyors vagyok, hogy lassúnak tűnök. Na még egy kicsit.